Köszönöm, lehet, hogy Magyarországon egy bizonyos intervallumon belül nehéz karriert csinálni, de van, ahol napok alatt lehet, mert ez a rovat a sztárriportereknek a helye és ideje. Kérlek szépen Szerenyei Béla, akit egyébként ismerünk, és úgy stimmel, hogy sztár, és úgy is stimmel, hogy már kétszer voltál riporter, de már is sztárriporter lettél. Nagy tisztelettel köszöntelek ebből az alkalomból. Ez valahol megjelent, hogy ez ki tudtam mondani a sztárriporter. Kétszer vezetted a konkurens műsort a RTL-ben, igaz? Igen. Már előtte vezettél te a televízióban? Hát elég régen, egy olyan 4-5 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, de lehet, hogy 8. És tetszett az akkor? Nem. A koránkelés miatt nagyon nem tetszett. Megmondom őszintén, most még mindig nem aludtam ki magam a tegnap, meg a annyira tegnap hajnalban. Annyira szeretsz aludni? Nem. Nehezen? Nem tudok átállni. Kisebbekvő vagy egyébként? Igen. Ez a baj. Na most az első adás előtt lehet, hogy ez furcsa, az ember, mikor belekezd egy ilyen másik szakmába, mert azért csak egy másik szakma. Ez marha kényelmetlen, ez tényleg olyan kínos. Megküldve nyugodtan. Ja. Egész nyugodtan. Ne, most nem teszem. Hogy először egyáltalán nem aludtam, de semmit. Én ezt így csinálom, most már 40, nem tudom, hanyatszor. És megy? Isteni. Akkor vagyok magamnál. Aludnék, akkor még ennél is én évesebben. Aztán másnap aludtam, és akkor még fáradtabb voltam, mint előző nap. Hát meglátjuk, nem tudom, ez egy kísérlet, elindult, Alföldi Robi ugye elmegy rendezni külföldre valahova. Ki protezsált? Helyettesítem. Hogy kerültél oda? Ki juttatta eszébe a szerkesztőnek, hogy hát a Szerenyei, hát ez milyen jó? Fogalmam nincs. Nem is érdeklődtél az irány? Miért érdeklődtem volna? Hát, hogy ki az, aki a nem, jó tevőd? Fogalmam nincs. Egyszer csak jött egy telefon, fölhívott a Fővári Zoli. Ennyi. Azt tudod-e, hogy kiesnek generációk, hogyha az ember a televízióban nem szerepel sűrűn és mindig? Tehát ugye az első nagy ismertséged az a Lindából következett, igaz? Ez valljuk be. Igen, abszolút. Ugye? Tehát ott tanulták meg, hogy ez a pofa, ez a Szerenyei Béla. Az most elég régen volt. Kevesek vannak, bár a színházban főszerepen Garmadáját játszott, de mégis van egy generáció, amelyik a televízióban most fog megismerni téged, és azt fogja mondani, hogy ez a Szerenyei Béla. Igen. Tehát akkor erre szüksége van egy magyar színésznek, most, hogy mint színész nem nagyon fogálhat más televíziókban. Nem tudom, hogy szüksége van ez. De gondoltál erre? Az, hogy most ez népszerűbbé tesz, az természetesen ez egy ilyen melengető érzés, meg hogy lassan elkezdenek majd nem azzal foglalkozni, hogy jaj, hát mennyit változtál a 17 év alatt, mert mindenki változik 17 év alatt, mert ajaj, most a nyár után a Linda óta ez ment, hogy igen? Na hát, akkor még milyen helyes gyerek, hát most már ez, hát 17 év eltett, ugye kis van ősz, meg nem tudom micsoda, meg valaki is, ez az amaz. Hát most akkor így megismerik. Akkor lehet, hogy majd 17 év múlva megint jön egy valami ilyen tévés ömleny, és akkor azt fogják mondani, hogy jéhé, most nem változtál semmit. Hát ki tudja. Hát nagyon sem így legyen. Na most hát azért voltak élményed ez alatt a 2-3 óra, az ott is 3 óra a műsor? 2,5. Mik voltak a legjobb pillanatok, amiket megéltél, és mik voltak a legsikamlósabbak? A legkínosabb része az egésznek az, hogy egy ilyen borzasztó hülye helyzetben vagyok, vagy voltam, vagy leszek, hogy be vagyok zárva egy olyan házba, amit ma este fogunk egyébként újra nyitni. Ezt a bezártságot úgy értem, hogy egy hónapban 20 fölötti, tehát a 25 körüli előadás számnál az ember azt a maradék 5 estét azt pont úgy tudja eltölteni, hogy hanyatt esik otthon, szétteszi a lábujjait, és így mereven nézi a falat. Mert máshogy szerintem ezt nem lehet. Most a Madárszínházról beszélt a jelesül. Igen, Madárszínház. Na most innentől rettenetesen kínos az, és kezd kínos lenni, hogy most megpróbálom bepótolni ezeket a dolgokat, amik idáig nem történtek meg, hogy el kell kezdenem kicsit körbe érdeklődni, rohangálni ebbe a színházba, abba a színházba elmenni, mert ha egyszer jön nekem valaki, és azt mondja, mondjuk nem épp a Csákány Eszter, akiről körülbelül tudok mindent, hanem oda jön valaki, és azt mondja, hogy jó napot kívánok. Hiába kapom meg a háttéranyagot, ha én nem vagyok ofé ebbe a dologba, akkor ülünk egymásra szemben és nézünk. Katasztrofális. Igen. Nem tudsz annyit utána nézni, hogy
ne kövess el, én ma is olyanokat mondtam, hogy a falatta a másikat. Szóval, hogy igen. Ezért én azt javaslom neked, ha szabad tanácsolom, hogy tényekről, adatokról mind kevesebbet, sok lelki dologról. Egyébként kérdéseket, és általában a világ sorsáról szól, ha szabad javaslom. Igen, ez egy ilyen. És a Madácsban mit játszol? Mert közben színész vagy azért. Most ez kicsit nehezíti majd ezt az egészet, mert próbáljuk a nyomorultakat. Abba a Tenárdjé. Igen. És utána rögtön kezdődik, ahogy befejeztük, november 20-án kezdődik a Besztercze ostroma, abban meg a Pruzsinszki. Tehát ez mind a kettő egy elég nagy falat. Kérem szépen, reklámot csináltunk egy konkurens műsorvezetőjének, de elsősorban Szelegnyei Bélának, akinek sok sikert kívánok. Remélem, hogy utoljára ültem ezen a padon. Amit lehet tudni még, hogy miket követsz te még el itt az elkövetkező időkben. És én pedig elbúcsúzom önöktől. Október 23-a van, kérem, töltsék méltó módon és kellemesen az ünnepet. Holnap Vitrai Tamás várja önöket, de még most ne kapcsolják ki a televízió készüléket, mert először is nagyon örülünk, hogy van megint adás a TV3-on, és a Napkelte extra perceken belül elkezdődik, és megint nagyon izgalmas részekkel lepjük meg önöket az elmúlt hét menüjéből. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra jövő szombaton.